Látszólag nem lesz semmi köze hozzá ahhoz, amit szeretnétek adni, de mégis azért szerintem sok mondani valója van. Az idén olyan élményben lehetett részem, hogy a fiam megnősült július 28-án, és a semmi, hanem a lányom meg férjez ment, az 31-én. Tehát egy hónap különbséggel két esküvő. Mondtam a gyerekenek, ti aztán tudtam meglepetést okozni nekünk. És ami a lényeg, hogy a két esküvő teljesen más elengedni egy fiút, meg elengedni egy lányt. És a különbség az abban áll, hogy a fiú, ahogy készül egy esküvőbe, és utána amilyen az ő élete és az ő jövőképe, és milyen egy mennyasszonynak a helyzete. És ez nagyon jól tükröződik maga az esküvő körülményében is. És erről szeretnék egy picit beszélni nektek. És most csak így az esküvőről. Azt azért igét is olvasunk, mert az ige az, ami nekünk megvilágosodik, és akkor jó lesz nekünk. Efézusi levél 5.24-től olvasnék igét. Azt mondja, amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjen az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak. Ezért olvasom én. Tehát, férfiak, most az öme itt ül, de aki nem itt ül, azoknak is vonatkozik nekem is. Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjében az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogy Krisztus is az egyházat. Minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja az apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Tudunk elmondani egy? Amen. Könnyen mondjátok, mert nem vagyunk házasságban. Majd, ha benne lesztek, megtudjátok, aki benne volt, az már tudja. Oké, az esküvő kapcsán ugye azt mondja, hogy Krisztus szereti az egyházat, és gondozza és ápolja, és az egyház azok nem a felekezetek, hanem a hívőknek a közössége. És a hívők közössége különböző felekezetekbe jár, de ez mind a Krisztusnak a teste. És azt mondja, hogy Isten Krisztus gondozza, ápolja, fejleszti, még csak rád se legyen rajta, meg semmi, hanem szent legyen ez a mennyasszony, ez az egyház, és ugye a házasságot, Krisztusnak a visszajövetelét, ugye a házassághoz hasonlítja Pál, azt mondja, hogy hát nem nagy titok ez, vagy nagy titok ez, hát én Krisztusról, meg az egyházról, mint házasság kötésről beszélek, ahol Krisztus a vőlegény, az egyház, a gyülekezetek, a hívő közössége, meg a mennyasszony. Eddig meg van? Hát az nem úgy dolog. Persze teljesen más értelmet nyer ez a japának, akinek viszik a lányát. És 21 évesen. Annyit bőgtem egy nap alatt, mint előtte 10 év alatt. Mire csak meg kellett értenem, hogy el kell engedni, mert ellopták a szívét a lányomnak. És egy picit szeretnék veleteket beavatni ebbe az esküvői képbe, arra az egy napba. Ugye egy vőlegénynek a készülése az miből áll? Alsógatyát húz. Jobb esetben. Zobor, fölveszi az öltön, nyakkendő, csoponyakkendő, vagy valami, zakó, ő ezt negyed óra alatt, hogyha sokat mondok, ha zselé is van, akkor 20 perc, ez ugye elrendezte, ez a vőlegénynek a készülése. Na de menj azt, hogy nem így készülődik. A nem azt, hogy úgy készülődik, hogy egy évvel előtte
megnézi, hogy ki lenne a környék legjobb fodrásza, és mindenki maga anyagi helyzetéhez mérten keresi a legjobb fodrászt, a legjobb kozmetikus, a legjobb pedikűrös, manikűrös, a legkutibb mennyasszonyi ruhát, és minden, ami ide tartozik, a bugyitól az alsószoknyáig, a köröncipőig, mennyeskerüláig, azt már egy év előtte keresi. Mi, amerre jár, azt nézi, hogy az ő esküvője szempontjából mi lenne a legjobb és a legtutibb. Mindeközben a bőlegény unja a banánt, és igazán várakozik. Egyfolytában csak vár, és nézi, hogy mit killódnak. Na most ugye én mondom ezt úgy is, hogy 28 éve, a vállalkozásból 28 éve tartok rendezvény szervezésbe esküvőket. 28 éve körülbelül 1000 párral beszéltem már, férfi a bőlegényen, tehát a nagyszámok törvény azt mutatja, hogy a bőlegény ül nyúzott, unalmas pofával, és a mennyasszony beszélget, hogy milyen pöttyök legyenek a szalvéták. És hogy a hány szirmot hogyan szórjunk, kik jöjjenek, menjenek, és mindenkedve a bőlegény rángatja vált. Nem tudom, nem érdekes. A 90%-ában így zajlanak az események. Na most a mennyasszonynak a készülődése az egy év minimum, hogy készülődik erre a nagy napra. Na most nem akarom tovább becsetelni az idő rövidsége miatt, tudnék mondani fokozatokat, de gondoljuk, hogy eljutunk a reggelre. Na most a feleségemmel mi is mentünk, hogy hát segítsünk valamit. Én a bőlegénye kínáltam. A mennyasszony, benn volt a lányom, a 6 négyzetméteres kis szobát kaptak az előkészülethez, és azt láttam, hogy a 6 négyzetméteres szobában mindenki csak befelé megy. Fodrász, kozmetikus, manikűrös, sminkes, ruhás, oldás, kötés, bokozás, a húga, az anyja, mindenki. Hol férnek el? Komolyan, nagyon kis szobában. Egyszer szól a bőlegény, hogy hozzak már ventilátort valahonnét, mert kezd ájúldozni a mennyasszony, mert levegő nincs, hőmérséklet van, meg izgalom. Na, akkor ugye én atyaként elmegyek, vettem a boltba egy ventilátort, és betültem nekik a szobába, ahova a bőlegény sem ment be, meg én sem mentem be, hanem vártunk. És mondják egyszer, hogy ki kéne menni a vasútállomásra, hozzam el a fodrászt. Mert van olyan fodrász, aki a színét csinálja a hajnak, hogy az olyan színű legyen, és ő ment be reggel. És 11 órakor jött a vonattal az a fodrász, akit én fodrásznak mondom. Tehát aki csavar tesz bele, mit tudom én. És a... Ez kell itt nekem? Igen, ha. De itt beszélek vele. És egyszer elakadok. És a... Ez nem jutott eszembe. Na, és menjek ki a vasútállomásra, mert jött az igaz. Nem mondom, a Molinak a kisebbik vágnak, mondom, gyere, kimegyünk a fodrászért, mert ő ismerte. Kimegyünk a fodrászhoz, beül a csaj a kocsiba, és megkérdeztem tőlem, hogy udvariasságból, mondom, hogy na, milyen volt az utad Pestről? Ez Lajos Luzsén volt Kecskemét mellett. Hú, azt mondja, ne is kérdezd. Na, mondom, miért? Ó, azt mondja, tragédia, katasztrófa. Hát mondom, mi a katasztrófa? Hát ez lekéstem a vonatot. Hát mondom, most szálltál le róla. Nem késtetem. Hát azt mondja, nem. Lekéstem a vonatot, mire kiértem a vasútállomásra, ott ment el a vonat az órom előtt. Hát és mondom, akkor hogy mit csináltál? Szóval beugrottam egy taxiba, és a taxival üldöztük a vonatot. Azt mondja ez a fodrásra, hogy és mondom, hogy érte utal? Azt mondja, az volt a baj, hogy mikor beértünk az állomásra, a következő faluba, akkor indult el vonat. Akkor visszaugrott a taxiba, és mentek egy következő állomásra, és a harmadik faluba meg tudták fogni a vonatot, úgyhogy elért az erő. Gondolkodtam magamban, mondom, a taxis, mondom, csak nyomta neki, érted, mert azért van útkeresztelés, lámpa, falu, a vonatnak nincs, mondom, hát biztos, hogy nyomhatta. És gondolkodok, te mondom, mibe került ez neked? És azt mondja, nem mondta meg, hanem azt mondta, hogy ez a mai napon
ingyen van, nullszaldós. Tehát magyarul, amit mi fogunk fizetni neki, azt ő belenyomta a taxiba. De mégis fontos volt neki, mivel bevállalta, hogy megcsinálja a mennyasszonyt. Mégis fontos volt neki, és már nem érdekelte a pénz. Tehát eljutott oda, hogy nem érdekli a pénz, meg hogy veszít rajta, vagy nem nyer rajta. Az volt a fontos, hogy ami ígéretet tett, azt ő meg tudja csinálni. Hogy mindent beleadott abba, hogy a smink, vagy a fodrászat, vagy a hajfodrászat, vagy a fodrászat nagyon jó legyen, és a legjobbat kihozza a mennyasszonyból. Ugye, dolgoznak rajta 68-an, és várjuk a nagy időt, hogy mikor lehet majd találkozni a vőlegény kintokok, Toporov is várja, a mennyasszony bent izgul, és mindenki azon dolgozik, mindenki, hogy a legjobb legyen a mennyasszony. Hogy kihozzák belőle a legtutibbat. Én még nem láttam az ezer közül egyetlen egy olyan mennyasszonyt, aki azt mondta, hogy jó, le van tolva, jó leszek én így, és nem kell semmi, és nekem nem kell a legjobb, hanem valaki húzom két csíkot ide, én arcizben. Tehát se nem látsz ilyet, csak azt látod, hogy mindenki a legszebb akar lenni. És tényleg minden mennyasszony a legszebb. Komolyan mondom, vannak olyanok, hogy nem is ismerem meg, hogy ő volt előbb. Lekerült róla a puk, a sántaság is elmúlott, tehát minden. És van, akivel utána találkozok, és megriedek. Te voltál mennyasszony. Jaj, szegény, na, minden őszét, na, komolyan mondom, minden őszét. Akik ebben a szolgálatban vannak, azok mindig azon dolgoznak, hogy a legjobbat kihozzák a mennyasszonyból. Miközben csinálják ezt, totál elfelejtik, hogy az ő életükben mi volt, mi van. Egyre koncentrálnak, hogy abban az időben, amíg ott vannak, addig a munkájukat, a szakmájukat, ami az ő ajándékuk, mert ugye ebben a legjobbak, az arra fordítsák azt a figyelmet, időt, energiát, hogy a mennyasszonyban a legjobb legyen. Természetesen vannak anyagi oka is, mert ugye, ha nagyon jó, akkor továbbadják a hírt, újabb reklám, és akkor újabb munka. De érdekes módon, hogy amikor dolgoznak, akkor nem azon gondolkozik, hogy milyen ott van a férjem, hogy milyen nehéz a gyerekemnek, hogy milyen nehéz a munkahelye, mert a másikon mondjuk, vagy érted, nem a tragédiákon jár az agyuk, nem az elmúláson, nem az elveszítése, nem a lehetetlensége jár az agyuk, hanem ezekben az időkben csak arra koncentrál, hogy a mennyasszony jó legyen és szép legyen. És amikor erre koncentrál, egy csomó sikerélményt ad, és ez anyagilag is megéri nekik, ez hoz egy önbecsülést hoz, egy értékességet hoz, érted? Egy csomó dolog van, amikor a munkádat végzed, ez egy csomó visszacsatolás van. Miért mondom ezt? Mert Krisztus mennyasszonya az egyház. És azt mondja az igében, az Efézusi levélben, hogy ebbe az 5. fejezetben beszél a mennyasszonyról, meg a vőlegény, de előtte a 4. arról beszél, hogy ad szolgálati ajándékokat. Tanítót, pásztort, evangélistát, profétát, apostolt. Aztán beszéltünk itt a kegyelmi ajándékokról, a hit ajándék, a profétálás, a nyelveken, stb. Gyámolítás, minden, sok-sok ajándék van. Mindenkinek van ajándéka. Amen. Nincs munkanélküliség. Nincs olyan, hogy csak vagyok. Nincs olyan, hogy nekem nincs ajándékom. Olyan van, hogy nem akarod megtudni. Ugye, mert a magyarokra jellemző az, hogy szeretik keresni az igazságot, csak nem szeretik megtalálni. Egyszerűen Isten ad ajándékot arra, hogy amikor megtérsz, mert az ajándékod még a világban is működik, csak akkor a világot szolgálod vele. És amikor megtérsz, akkor az ajándékot elkezdett használni a mennyasszony ékesítésére. Megtérünk és bekerülsz egy gyülekezetbe. Tök mindegy, milyen melyik gyülekezetbe. És egyszerűen Isten azért szül be, azért vezet be bennünket a Szentlélek által egy közösségbe, hogy annak a közösség, az elején még csecsemők vagyunk, ő gondoz engem, és amikor felnövekedtem, én fogok elkezdeni tenni a mennyasszonyért. Van egy ajándékod, van 2-3, lehet, hogy több is. És Isten azt kéri, hogy használd ezt az ajándékot arra, hogy a mennyasszonyát ékesítsd. Legyél a mennyasszonynak te a fodrásza, a pedikűrös, a manikűrös, éppen ami az ajándékod, és kezd el csinálni, mindegy mibe kerül, mindegy mi az ára, mert Isten mindenkinek megfizet.
És miközben szolgálom a gyülekezetemet, szolgálom a Krisztus azzal, hogy a mennyasszonyát ékesítem, és nem negatívan beszélek róla, és nem mindig a rosszat látom meg, és nem mindig kritizálom ezt a mennyasszonyt, és nem a rosszakat mondom, akkor elkezded elfelejteni, amit hozol magaddal. Mert már nem az a fontos. Érted? Tehát amikor a gyülekezetben szolgálsz, amikor az embereket szolgálod, amikor Krisztusi értékeket közvetítesz, és neked fontos lesz az, hogy a mennyasszony hogy néz ki, akkor, mert a lányomnál ott mindenki azt nézte. Hát a fotósok össze-vissza rohangáltak, komolyan mondom. És így álljunk, úgy álljunk, ide menjünk, mosolyogjunk, és a videósok, a zenészek, senki nem a vőlegényt nézte, hanem most mindenki a mennyasszonnyal volt foglalkozott. A vőlegény az állj meg ott a sarokbölcsén, most ez nem számít. De az a döbbenet, hogy miközben a mennyasszony, mindenki őt ékesítés, ő meg egyedül a vőlegénynek akar tetszeni. Tehát itt nem fontos, hogy apa jó apa. Hát az olyan biztos, az itt van, tudom, hogy pater szeret, és majd oda vezet, és majd letörlöm a könnyeit, de aztán törögettük egymásét a kolléga. De mégis valahogy a mennyasszonyra benne van, hogy a vőlegény, vagy amikor meglát, vagy amikor oda kiléphetek, amikor meglát a vőlegény hófehér ruhába, és azok a kis pici, kis tincsek, tudod, amikor ott belóg, és az addig nem szokott ott dolgozni, és az milyen értékes, és milyen szép, és akkor a vőlegénynek leesik az álla, mert nincs rajta ránc. Nincs rajta semmi olyan folt. Nincs semmi, mert mindenki elvégezte a munkáját. Mindenki az adott területen. És Krisztus arról beszél, hogy figyeljetek ide, csináljuk ma úgy, hogy ez a mennyasszony jó legyen. Érted, hogy most gyakorlatilag a gyülekezeti szolgálatodról beszélek, de ez azért kell, mert közben nem arra figyelsz, ami most leköti a figyelmedet. Nem fog fogva tartani az, ami a múltad volt. Mert azt mondja az igen, hogy Malakiás azt hogy oké, mindenki a saját házát építi, de az enyémet kifogja. Mindenki el van foglalva a saját életével. Mindenki el van foglalva, hogy előre menjen meg növekedjen, meg jobb legyen, meg hogy megoldoljon a problémáit, és valahol ez életszerű, ezt megértjük. Már van, hogy megértjük, hát Isten megérti. De vajon, amilyen elszántsággal meg akarod oldani a saját életed helyzetét, olyan fontos-e ennyire Krisztusnak a mennyasszonya? Érted? Mert most mindenki a mennyasszonyra foglalkozik, de a mennyasszony senki másnak nem akar tetszeni, csak Krisztusnak. És amikor szapuljuk a gyülekezeteinket, amikor szapuljuk azokat, akik a pásztorok, amikor egyszerűen nem tudjuk elviselni őket, és minden bajunk van, és kivetítjük a saját fájdalmainkat vezetőkre, szolgálókra, akkor vajon nem a mennyasszonyt szídjuk? Nem azt a mennyasszonyt szídjuk, akit Krisztus meg annyira szeret, és annyira vár. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy miről beszél. Hogy egyszerűen el kéne kezdenünk hálaadással élni. Azt mondja, hogy bármilyen kérésed lehet, de az hálaadással adod. Vajon imádkoztunk-e úgy már, hogy atyám, olyan hálás vagyok, hogy eddig egyedül maradtam. Mert bár nem értem, hogy mi történik, és bár nekem ez nem túl kellemes, de hálás vagyok érte, mert te tudsz róla. Nem úgy maradtam itt árván, hogy te nem tudod, hogy a hátad mögött véletlenül kipottyantam valahonnét, azt nem vetted észre. Hanem te tudod pontosan, hogy én miért vagyok egyedül. Te tudod pontosan, hogy mi történik velem holnap, holnap után. Dávid azt mondja a 2 Sámuelben, hogy miután a filiszteusoktól megszabadította az ellenségeitől, mindentől és a helyére rakta, és azt mondta, na most már öröm élni, akkor azt mondja, hogy de hát az én házam, ki vagyok én? Azt mondja, az Istennel való szövetségemben minden el van rendezve. A kezdetektől a végig. Semmi nem hiányzik belőle. Azt mondja, Dávid mondja a magának, beszól, hogy mit süggetsz én lelkem? Mi dolgozod az orrodat? Mi a bajod már? Mondd már meg, hogy mi a bajod. Az a bajod, hogy nem Dél-Afrikában élsz valahol a Zulu földjén? Az a baj, hogy nem, mit tudom én, a 5 feleség után a 6. vagy? Vagy az a baj, hogy nem rabszolva kell élned? Vagy nem föld alatti mozgalmakba kell Istent imádnod? Vagy mi a baj? És tehát én csak arra, hogy nem akarom elbagatelizálni a helyzeteteket, meg az állapototokat. Egyszerűen csak azt szeretném mondani, hogy kezdjünk el hálaadással élni, hálaadással beszélgetni Istennel. Tudod, a hála, amikor hálával beszélünk, akkor egy megelégedettséget tükrözünk,
És a hálátlanság az már mindig elutasítottság, mindig reménytelenséget hoz, az mindig magadra húzod a problémákat. És elkezdek hálaadással imádkozni, miközben elmondom Istennek, hogy hát nem biztos, hogy én ezt nem úgy érzem. Tehát érzelmileg lehet neked egy rossz érzésed, de az életedért viszont hálásnak kell lenni. És el kell kezdenem a mennyasszony, mert Istennek, Jézusnak fontos a mennyasszony. Hát én el tudom kézdeni, az én lányomnak a barátja olyan 140 kilós. Na most akkor a tenyere van, hogy mint kétszer, mint az enyém. És én nem tudom elképzelni, hogy ő várja a mennyasszonyt, és ha valamelyik mondjuk ott a kozmetikus, vagy bármelyik elkezdte volna rángatni, vagy szívni, vagy valami, hogy a nagy darab gyerek ez a békessége vigyorogva elnézte volna. Szerintem ott a leskőbe napján úgy várta volna onnét ki, mint macskát. Érted? Főleg én nem örül annak, hogyha mi mennyasszonyról így beszélünk. Nem örül annak, hogyha úgy viselkedünk. És várjuk Istennek a nagy áldását. Várjuk Istennek a szabadítását. Várjuk Istennek, hogy beavatkozzon az életünkbe, miközben egyfolytában szívjuk a mennyasszonyát. Vagy esetleg nem tudjuk elfogadni. Vagy esetleg másként gondolkozunk róla. Nem tudom, miért értitek, miről beszélek. Na most, amikor elkezdünk tenni a mennyasszonyért, akkor az összes vonatlekésés, az összes nem sikerült üzlet, az összes téves randi, az összes múltbeli fájdalom, hogy viselkedtek a szülei vele, meg mit tudom én, ez úgy minden tűnik aznap, én ezt most végigértem augusztusban, persze én úgy voltam ott, mint apa, de figyeltem azt, hogy házasság, tanácsadás, meg ilyen szempontjából mit tanulhatok. És ez egy nagyon nagy élmény volt így nekem, könnyei között, amit láttam, hogy amikor olvasom az igét, hogy mint Krisztus a mennyasszonyát, és akkor végérem, hogy néztem a vőlegényt, néztem a mennyasszonyt, én meg ott voltam, mint atya, hogy ezt az egészet így hármasban hogy éljük meg. És ugye, tudták, hogy én fizetek. Olyan kedves volt velem mindenki. Nem tudom, átlázott a zsebem, vagy valami, vagy a kollég mondták, hogy majd a apa rendezi a számlát, de vele valahogy mindenki nagyon különlegesen jobban volt. És mindenki itatni akart, és mindenki, hogy készíthet-e fotót, vagy valami, mondom, nem nekem, mondom, ott most az a lehetőség, a lányomat, őt intézzétek, őt fotózzátok, őt keresétek. És a vőlegényt is mindenki úgy fogadta, és úgy beszélt vele, hát a lányomról még nem is beszél, valami érdekes, ott mindenki mosolygott, mindenki örült. Fontos volt, hogy az ő ajándékát úgy adja azt, hogy azt mi elhiggyük, hogy az igaz. Úgy is elkezd mindenki, hogy mi elhittük, hogy ő a világ legjobb fodrásza. Ő a világ legjobb kozmetikusa, ő a világ legjobb fotósa, videósa, a rubiék voltak a dicsőítők, ők is úgy csinálták, hogy mindenki úgy csinálta, hogy ő lenne a világ legjobbja. Hozzá akarta tenni, mert tetszeni akart annak, aki felfogadta őt. Ezt így vágjátok? Tehát Isten akar valamit tenni az életünkbe. És ő megmondja, hogy oké, csináljuk együtt, de akkor ebben legyen hálaadás, azt akarom, hogy örüljetek, azt akarom, hogy boldogok legyetek, azt akarom, hogy tényleg úgy éljetek meg, hogy örömmel tegyétek, még a pásztornak is azt mondja, hát hogy ne kényszerből, hanem örömmel vezesd a nyájam. Nektek meg azt mondja, hogy viselkedjünk úgy a pásztorral, hogyha ő ideges lesz, meg szomorú lesz, az nem válik a mi javunkra. Tehát megmondja, hogy imádkozunk. Annyi a levelekben, annyi ilyen apró dolog van, aminek súlya van. Ahhoz, hogy mi életünk el tudjon indulni. És úgy érzed, hogy megrekedt. Úgy érzed, hogy mert általában ilyenkor az, hogy én már annyi mindent megtettem. Én már annyi mindent imádkoztam. Annyiszor profitáltak, annyiszor megáldottak a pásztorok. De még mindig meg vagyok rekedve. Azért, mert általában a dolgok megoldásának a kulcsa benned van. Ott van mindegyőnek a megoldása a szívébe. Ott van a megoldás a gondolataidban. Hogy hova rakod az akaratodat. Én amikor 98-ban leégett a házunk, ugye az idén volt 20 éve, akkor én nem értem, akkor értem meg előtte. Egy évben. Azt nem értettem az Istent, hogy lehet ilyen Isten, hogy most, amikor fel kéne még jobban emelkednem, akkor ő eléged mindent, tönkrement mindent. De Isten hatalmasan megállott. De ezt kellettem én is. Nem a csodák megtételéhez, hanem odaadjam az életemet.
És úgy döntöttem ott, amikor leégett a ház, és jól leégett, láttam, hogy nem lehet menteni, ott az udvarban sírva azt mondtam, hogy oké, uram, én nem tudom, én nem ismerlek téged olyan mélyen, meg nagyon, mert fiatal vagyok. De azt látom, hogy vitatkozni nem jó veled. És mondom, én többet nem fogok veled vitatkozni, hanem én csak egyet kérek, hogy szólj hozzám, vezess engem. Azt se bánom, hogyha belakasztod a kampot az orromba, azt így húzol. Csak én tudjam azt, hogy tőled van, bármit kérsz, megcsinálom. De én azt akarom tenni, amit te mondasz. Én akarom hallani a te hangodat, akarom, hogy a szívemet ragad meg, a fülemnél fogva, kényszeríts, mit bánom én, csak abba az útba tudjak benne, amit te akarsz. Tehát érted, hogy a döntés az itt volt nálam? Mert Isten szabadságot ad neked. Jogod van bármit dönteni. Jogod van dönteni így, jogod van dönteni úgy, és tudod mi a döbbenet? Hogyha a csókolózást mi most külön értelmeztük, és akár így érted, akár úgy érted, az Isten akkor is szeret. Nem fogja azt mondani, hogy te nem vagy jó. Nem fogja azt mondani, hogy nem fog segíteni. Nem fog elutasítani, és Isten nem szab feltételt. Azt mondta, hogy szeretlek. Mert az árat, meg mindent, az Jézus Krisztus elvégezte a kereszten. És Isten nem akarja azt, hogy bűnbánat, vagy bűnösként gondolj magadra. Isten nem akarja azt, hogy kárhoztasd magad, hogy elrontottam, nem jól csináltam, hibát követtem el, meg ez nem akarja, mert ez nem alternatíva. Isten azt mondja, hogy nem értem, mit beszélsz, hát szeretlek. Hát az én lányom is követette hibákat, de soha nem jutott eszembe, hogy azt mondjam a lányomnak, hogy hát most ezért nem szeretlek. Egyetlen egyszer mondta a lányom, nagyon mérges volt valamire, és beszélgettünk a hármasban, a feleségem, ő meg én, és ugye volt ez a kamaszkor nála is, és én olyan vagyok, hogy ha én akarok vele beszélni, hívom. Ő nem érdekel, én az apja vagyok, én kapcsolatunk van, és én beszélni akarok vele, akkor hívom, és akkor ő visszajön valami. És azt mondja, értsd meg akkor, hogy megfojtasz. Mondtál, hogy folytak meg, mondom, szeretlek. De megfojtasz, mert nincs szabad levegő, nem, de hát azt csinálsz, amit akarsz. Hát sajnálom, külön élsz. Mégis úgy érezte, hogy én állandóan, hogy be akarom mondani neki, vagy hogy hát jó kislányom, semmi gond, de ezen nincs, hát próbáljuk ki a másik oldalt. És akkor nem hívtam. És nem hívtam. Eltett egy hónap. És engem nem szólt, hanem a anyukájának mondja, hogy anya, én amit, ha nem lennének szülei. Mondom, hát hogy kislányom, az előző variációval éreztettem veled, hogy van szülő. És soha a gyerekemnek 12 éves kor óta soha nem mondtam meg neki, hogy mit csináljon. Soha nem mondtam neki. Mindig azt mondtam, hogy megkérdezte a véleményem, mondom, én ezt tenném, de ez a te döntése. Tehát 12 éves korukban tudatosan arra nevelem őket, hogy kell döntést hozni az életükbe. És hoztak rossz döntést, de akkor odaálltam melléjük. Gyere, most hoztál rossz döntést, ebből tanultál, most oldjuk meg. A megoldásban mindig ott voltam mellettük. De a döntést soha nem vettem ki a kezükből. És ez nagyon nehéz volt neki megtanulni, mindig mondták, hogy apa, te soha nem mondod meg, hogy mi legyen, vagy hogy jó. Mondom, nem is, mert ez nem az én döntésem, ez a te döntésed kell, hogy legyen. Amikor a kedvenc ilyen téma, amikor a fiam kicsi volt, és volt egy kis zseppénze, van zseppénze, és akkor azt mondta, hogy apa, nekem nagyon kell, és vegyük meg ezt a telefont, vagy focit, vagy valamit, és akkor mondta, hogy nagyon kell, fiam, nagyon, és ez nekem nagyon fontos, és jó, akkor a zseppénzedből tedd be a felét, akkor én is berakom a másik felét. Azt nem. Akkor neked nem fontos, én sem rakom benne. És akkor érted, tehát mindig arra terelgettem őket, hogy legyen döntésük. Mert dönteni? A legrosszabb az, hogyha nem döntesz semmit. A legrosszabb az, hogyha megpróbálod arany középúton menni, mert az is egy döntés, nem döntöttél Isten mellett. És fel kell vállalnunk ezeket a döntéseket, meg kell tenni lépéseket, és én most beszéltem a hölgyel, akivel reggel beszéltem veletek, tudod, meséltem az édesanyját rendezte, meg a férjét rendezi, meg a dolgait rendezi, és most beszéltem vele, hívott, hogy hát anya próbálja manipulálni, úgy, ahogy az ilyen szülő szokta, de azt mondja, kitartok. És azt mondja, de mondom, egy, szeretni viszont nagyon kell. Tehát szeretni kell, tisztelni kell a szülőt. Csak nem szabad hagyni, hogy manipulálja bennünket. Mert már önálló életünk van. Kell döntést hozni. És ha 47 éves, akkor 47 éves. Most jött el az idő, akkor dönts most. Mindig kész van. A ma az azt jelenti, hogy kaptál egy újabb lehetőséget. A ma az azt jelenti, hogy most tudsz döntést hozni.
És ez nagyon fontos, és lehet, hogy 10-szer már hoztál döntést, és elmúltál benne. De az legyen a jellemző, hogy nem adod fel 11-re sem. Jó? Tehát, hogy nem adjuk fel, hanem hozunk döntéseket. Az, hogy Isten szerint tudjunk tovább menni. És nagyon fontos ma, és akkor be is fejezem, hogy a Jézusnak akkor is a legfontosabb a mennyasszony. És vár. Várja, még felékesítjük a mennyasszony. Te dolgod, meg az én dolgom, hogy ebben a felékesítésben részt vegyünk. És amikor te dolgozol azon, ami az Istennek fontos, akkor elkezd dolgozni azon, ami neked fontos. Érted? Mi tegyük az Isten dolgát, vagy az Istennek a dolga, mert ezt mi meg tudjuk tenni. Isten meg ő fog dolgozni, de olyat, ami csoda. Tehát ami neked csoda. Amit te nem tudnál megtenni, azt meg ő fogja megtenni. Amen.